Szent Erzsébet zarándoklaton vettek részt a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Központ ellátottjai és nevelőik, Orosz Atanáz püspök vezetésével. A Szent Erzsébet zarándokút 5 szakaszból áll, melynek kiinduló pontja Sárospatak és Kassa az úti cél. A távolság 100 kilométer. A közel 40 fős zarándokcsoport Mogyoróskáról indult útnak a reggeli szent liturgia után, és a 3. Regéctől Telkibányáig tartó szakaszba kapcsolódott be. Tízmilliók keltek már útra, és még többen kelnek útra szerte a földkerekségen, és amikor a Jóisten kegyelméből vándorlunk, természetesen szolidaritást vállalunk olyanokkal is, akik valamilyen szorongatás elől, valamilyen kényszerből vándorolnak, vagy menekülnek éppen hanyathomlok, vagy lassan arról a helyről, ahol őket háborúval üldözték, vagy az éhínség fenyegeti őket és családjukat. Igyekszünk majd fölkészíteni őket, hogy az út nehézségeit föl tudják ajánlani. Saját életcéljuk elérése érdekében a gondviselő Isten felé. De Isten látja már most is azt a törekvést, amely jó szándékkal ők jelentkeztek, a reggeli szent liturgián részt vettek, és elindultak fölfelé. Ahogyan sok ember úgy indul fölfelé, hogy még nem is látja pontosan, hogy mi van odafönt, ki van odafönt, csak fölfelé tart. Az a közös célunk, hogy fölemelve a szívünket, a lelkünket is a Jóisten felé emeljük. Úgy gondolom, hogy az zarándoklat ez mindig egy lelki utazás. A végén fogjuk megtudni ennek a gyümölcsét, hogy miért is jöttünk el erre az útra. Én úgy gondolom, hogy minden zarándoklatot úgy érdemes kezdeni, hogy egy kérdést feltenni a Jóistennek, ezt hordozni magunkban, és remélni, hogy az út végére kapunk erre egy választ a Jóistentől. Tehát ez úgy gondolom egy kegyelmi utazás. Teljesen a Jóistenre bízzuk, hogy mit fog nekünk adni ezen az utazáson, de remélem, hogy nagyon sok jó élménnyel fogunk majd gazdagodni. Tudtuk, hogy kikkel fogunk jönni. Édesanyám elmondta, hogy a gyermekotthonosok jönnek főként. Megismerjük egymást, azt várom egy kicsit betekintést nyerjünk az ő életükbe. Úgy látom, hogy van igényük beszélgetésre, kérdésekre. Nem tudom, ez pozitív nekem. Én úgy gondolom, hogy a találkozások formálják igazán az ember, tehát sokat adhatunk egymásnak mi is, sokat tanulhatunk tőlük, de kicseréljük az élettörténeteinket. Én úgy gondolom, hogy az mind a kettőnk életére nagyon sok haszonnal és gyümölcsel járulhat hozzá. Inspirációt adhatunk nekik, meglátják azt, hogy mi hogyan élünk, milyen értékeket választunk. Tehát mondanom, ez sokkal őszintébb, mint egy könyvet elolvasni, vagy más úton bölcsességhez jutni. Szerintem a találkozás az mindig titkokat rejt önmagában. Nekem a természetközelség az mindig Isten közelséget is jelentett. Fiatalabb koromban, amikor kicsit idősebb voltam, mint ők, vagy olyan idős, kollégista voltam, és amikor hazamentem a szülőfalomba, akkor általában azzal kezdtem, hogy lepakoltam a cuccom, és akkor kimentem egyet, jártam kinn a határban. Tehát ez egy kicsit mindig így megnyugtatott. Én remélem, hogy a természet közelsége egy kicsit velük is megéreztette Jóistennek a közelségét, a szépsége a szépségét, a békéje a békéjét, és valahol egy kicsit úgy megújulva tudnak majd nyugodtabban, higgadtabban tudnak majd a nyár további részében élni, illetve folytatni a dolgaikat az életük további folyamán. Tehát én ezt remélem, hogy azért megérzik túl azon, hogy amit lelkiebben kapnak akár püspökatyától, vagy bárkitől itt az út folyamán, hogy azt el tudják raktározni, és gyümölcsözővé válik számukra majd. Nem titkolt szándékom, ez magamnak is egyfajta lelki békét, lelki megújulást hozzon ez a zarándoklat. Én azt hiszem, hogy maga Szent Erzsébet a szegényekre való odafigyelésével, tehát hogy gazdagként tudott szegényé lenni, mindenképp példa tud lenni minden ember számára a mai világban is, amikor sokszor ugye hajszoljuk a vagyon, meg a pénzt, meg a gazdagságot, és hát közöttünk is azért nagyon sok olyan gyerek van, aki elég nehéz, szegény sorsból jön. Én úgy gondolom, hogy ez a lányka, vagy ez a királylány meg tudja érinteni az ő szívüket, hogy vannak emberek, akiken keresztül az Isten odafigyel azokra, akik segítségre szorulnak, vagy akik elhagyatottak, és hogy nem hagyja magára ezeket az embereket a Jóisten. Mindig küld valakit, akin keresztül segít nekik.